Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista, a Kispadon a toxikus maszkulinitás, Takács Áron, Ambrózi Áron és Varga Ádám. A paraván mögött pedig ennek a szöges, tökéletes ellentéte, de már is előbukkan, hogy lássuk. Igen, Szamosi Timi. Bravo, bravo. Okay, nagyon jól csinálod. Mindenkinek ezt már annyira jól csinálod. Toxikus feminitás. Hát, a toxikus, nem biztos, hogy hozzátenném, de amúgy nagyon igen. Vagy is van egy könnyedebb és szórakoztatóbb, meg egy fajsúlyosabb témánk is. Az elmúlt napokban egyébként beharangoztuk a képernyő előtt a kőbányai szatírt a Hír TV nézőinek, és biztos, hogy nagyon várják is, mindjárt jön. De a mai műsort egy nagy bölcsességgel indítjuk. Akitől származik, ő nem csak nagy fizikus, hanem óriási nagy filozófus is volt. Úgy hívták, hogy Albert Einstein. És hogy is mondta? A világon két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos. Nos, az a helyzet, hogy Einstein tévedett. Ugyanis nem két dolog végtelen, hanem három. A világegyetem és a hülyeség mellett, ami még végtelen, az a társadalomban kikutatható egyenlőtlenségek és sérelmek száma. Mert hogyha áldozatokat, pontosabban áldozati csoportokat kell kreálni, és ebből politikai tőkét kovácsolni, akkor a lehetőségek tárháza kimeríthetetlen. Marx csak az ajtót nyitotta ki, a megannyi követője viszont ma már egy édenkertben dúskál. Tényleg semmi, de semmi határ nincs a megfelelő elszántsággal és konokostobasággal felszerelt muciológus számára. Mert az igazságtalanságok mindig ott hevernek az orra előtt. Bármikor föl tud kapni egyet, tetszés szerint, és már is a világba kiálthatja. Az sem kell, hogy az érzelmes és könyvfakasztó megállapításainak bármi valóság alapja legyen. Úgyhogy most egy tammese következik az unatkozó és jó emberkedő újságíró muciológus harcáról a rasszizmus ellen. Történt, hogy a 444 szellemtelen visszhangként szemlézett egy Guardian cikket. Hát ezen azért még annyira nem fogunk fönnakadni eszit, tehát az olyan, mint hogy egy tehenészetből, tehénből teljén. Ez egy normális üzemmód. Igen. Meg hát ezek nem az önálló gondolatik a 444, nekünk mindig úgy van, hogy reggel fellépnek a külföldi megrendelőnek az aktuális pixelhalmazára, és akkor elolvassák ott a saját gondolataikat, hogy valamivel így neki, valamivel elindulhasson. Nem érted, Ambrózi, ezt tesz őket függetlenné, hogy ugyanazt gondolják, mint a Guardian. Ja, mint a Puzsérnál. Picit javítanék, függetlenné és objektívé. Igen, és ahogy valamire, minden valamire való felvilágosult demokratának, úgy persze, hogy a Guardiannek is, meg a 444-nek is, mindenről ugyanaz jut eszébe. Még a fociról is. Mégpedig a rasszizmus. Megállapították, hogy a Serie A-ban, ez ugye az olasz bajnokság, az olasz foci első osztálya, a nézők rasszizmusa áttapad a bírókra is. Itt látható az ominózus cikk, amiben arról értekeznek a Guardian nyomán, hogy egy kutatás megállapította, hogy a Serie A játékvezetői szezononként átlagosan 20%-kal több szabálytalanságot ítéltek a sötétebb bőrű játékosoknak 2009 és 2019 között, mint a fehér bőrűeknek. 11%-kal több sárga lapot és 16%-kal több piros lapot. És hogy a pandémia alatt tartott zárt körű meccseknél ez a különbség nem volt megfigyelhető. És a kutatók szerint ez jól mutatja, hogy a hatóságoknak elsősorban a rasszista szurkolókat kellene kitiltani a stadionból. Na most itt van egy ilyen történetem, ezt most már elmondtam, mert már rég csődbe ment a cég. Angliában, amikor dolgoztam egy ilyen telefonos, tehát országos lefedettségű ilyen multinál, ott volt nekik egy ilyen kutatásuk arról, hogy, de soha nem, tehát ezt nem tették közzé, ez nem volt nyilvános, és csak a menedzserek így elszórták néha, hogyha így megemlítette valaki, hogy a csalások és a visszaélések 80%-át hát nem a törzsgyilkos angolok követték el, mondjuk így. Igen. De ezt nem merték így kitenni publikusban, mert ugye ez... Ádám, az a helyzet, hogy a rasszizmusod átragadta a menedzseret. Igen. Amúgy sokkal egyszerűbb, tehát arról szól az egész cikk, meg az eredeti Guardian. Jön a képzett muciológus. Mit állapítasz meg, kérlek szépen? Én képzett muciológus, azt állapítottam meg ezekből a cikkekből, hogy a nemzetközi lipsizmus képviselői valamiért nagyon szeretnék betiltani a focit. Csak ezért küzdenek. Mint burzsoá sportot. Burzsoá sport a futball.
De itt nem burzsóát értek, hanem rasszistát. Ugyanaz. Hát ugyanaz a lényeg, tehát ők nem értik, és látják, hogy a lelátón a rengeteg ember, akit nem értenek, az meg imádja, úgyhogy valamit tenniük. Jó, hát akkor, hogyha mindent betiltanak, amihez nem értenek, akkor nem sok minden fog maradni. Jó, erre szokták mondani, hogy a forradalom felfalja a gyermekét, tehát miután de nem, a forradalom csak nem elég gyors, csak nem elég gyors. Kénytelenek lesznek betiltani a muciológiát, és beláthatóan ahhoz se értenek. És akkor ez szebb világ lesz. Na, az egyébként az indokolatlan ilyen muciológiai okfejtéstől eltekintve, Ambróznak azért igaza van abban, hogy a Guardian által lehozott és a magyarországi csicska sajtó által szemlézett kutatás tényleg a szakmaiatlanság mintapéldánya. Nem csak annak, azért gyanítom, hogy itt azért az ingyenélés szándéka is felmerült. Hát igen, mert a fociban küzdeni a rasszizmus ellen ilyen muciológusként az tényleg lehet a főindíték az ilyen kutatások előállítására, mert ebben pénz van. Tehát ugye van a FAIR-nek is ez a feljelentő brigádja, akik, vagy FAIR-nak, hogy kell mondani? FAIR-e. Akik ugye annyira fontos társadalmi ügyet képviselnek a lelátói rasszizmus elleni küzdelem során, hogy rendre szép és kerek összegeket tesznek zsebre az UEFA-tól, meg az európai küzdelmekben érintett csapatoktól. Tehát klasszikus védelmi pénzt szednek, hogy aki fizet nekik, annál nem találnak rasszizmust a lelátón. Vagyis nem fogják őket később pénzbírsággal, stadionbezárással, meg pontlevonással büntetni. Erre ráúszítanék egy jogászt, mert ez lehet, hogy kimerít valami törvényi tényállást. Tök felesleges, mert a bíróság, meg az ügyészek odáig vannak érzékenyítve, hogy elég azt mondani, hogy jaj, hát én egy nemes társadalmi ügyért, hát én a rasszizmus ellen küzdök, és akkor onnantól már simán belefér az, hogy védelmi pénzt adnak a kluboktól. Mint a francia gazda, akit konkrétan feljelentettek, mert migránsokat engedett be a kertjén keresztül, és azt mondták, de ő a jó ügyért tette, úgyhogy nem büntetik meg. A jó emberek nem cselekednek rosszat, lásd Ukrajna példáját. Igen, hát ugye vannak szentek és sérthetetlenek, a törvény előtt egyenlőbbek. Sajnos az a helyzet, hogy a nyugati világ Orwell 1984-ét tényleg disztópikus regény helyett használati utasításként, meg kormányprogramként forgatja. A foci kapcsán az olyan, hogy két láb rossz, két bal láb jó. Na, de térjünk tényleg vissza a focihoz, főleg a Timi, meg a kedves női nézők kedvéért. De most komolyan. Ez egyébként ez nem foci téma, hanem ez egy újabb elem a nagy világhoz. Ez nem sport, ez társadalmi ügy. Egyébként most ez tényleg az. Mert ugye a Guardian által hozott kutatás az olasz bajnokságot, a Serie A-t vizsgálta, hogy ott több lapot kapnak a színesbőrű focisták, mint a fehérek. De vajon miért lehet ez? Mármint azon kívül, hogy a világ tele van rasszizmussal, ami ellen úgy lehet küzdeni, hogy rengeteg pénzt folyósítunk mindenféle muciológusnak, akit amúgy Gyuri bácsi nyílt társadalom alapítványa is simán eltart. Szerintem erre én is tudom a választ anélkül, hogy ismerném az olasz focit. Nos? Hát azért, mert szerintem a fekete játékosok, ugye ők védő pozícióban játszanak, és ott mindig több a büntilap. Hoppá, mekkora szakértő! És tényleg? Amúgy ilyet én is tudok mondani, tehát én mondjuk az angol focit kicsit jobban ismerem, mint az olasz futballt, bár az se igazán megy újra, én már nem nézem ezeket. Az amerikai focit is meccseket, tehát inkább jó kis NBA, de én azt vettem észre az angol foci kapcsán, hogy ott például a színészi ambíciókat dédelgető játékosok sokkal több piros lapot kapnak, mint akiket egyáltalán nem érdekel ez a hivatás. Ez a ravasz az agy és két füstögő puskacső, amiről beszélsz, meg a Vinnie Jones, meg ilyen egyéb ilyen filmremekeknek a karakter színészei. Uh-huh. Meg is tudjuk őt mutatni. Ugye, a fickó mielőtt áttelepült Hollywoodba, a Wimbledon FC játékosa volt, bőle 10 éven keresztül, és pont úgy játszott, ahogy a filmekben. Mindenkit leütött? Meg lecsavart? Hát kb. Igen. Ugye a Wimbledonnak volt ez a crazy gang, és ennek volt a tagja, hogy verekedések, páros lábbal történő becsúszások, leköpték a bírót, meg ilyen igazi tufa vadállat volt, de a saját szurkolói imádták, mindenki más gyűlölte. Ugye ez Eric Cantonára is igaz, de ő csatár volt, és ő úgy gyűjtögette a piros lapokat, sőt neki egyszer még, abúgy manapság ugye színészként dolgozik az Eric Cantona, tehát azért illeszkedik ebbe a sorba, de ő egyszer például nem csak az ellenfél játékosát, hanem nézőt is lerúgott. Ibrahimovics nem ezt csinálta. Az volt az ominózus kung fu. Beírjátok a Google-be, hogy Cantona kung fu, akkor gyönyörű képet fogtok találni. Őt is valószínűleg a színészi ambíciói miatt büntette a bíró is, meg a szövetség is. Mert hogy más magyarázatot még két amerikai muciológus sem találna, hiszen mind a kettő tejfehér. De a helyzet az olasz bajnokság esetében még, micsoda szójáték lesz, színesebb. Mert két dolgot érdemes figyelembe venni az olaszok, az olasz foci esetében. Az egyik, hogy egy kósza kísérlettől, eltekintve a két világháború között, nem voltak gyarmataik.
A második pedig az, hogy évek óta a csők szélén tántorognak. Úgy az ország, mint a foci csapatok is. Ezeknek pedig következménye van. Az olyan klasszikus, volt gyarmattartó országokkal szemben, mint Anglia és Franciaország, az olasz utánpótlásban viszonylag kevés színesbőrű fiatalember játszik. És ez most nem helyes vagy helytelen morál kérdése, hanem ténymegállapítás. A másik pedig az, hogy mivel az olasz klubok szegényebbek, mint az angol, spanyol, német riválisaik, ezért ők nem a francia bajnokságból szemezgetnek, hanem Kelet-Európából, Latin-Amerikából. És ennek köszönhetően, és ez megint a nem a tetszik, nem tetszik, helyes, nem helyes kérdésköre, az olasz csapatokban szignifikánsan kevesebb fekete játszik, mint mondjuk az angol csapat. Ez annyira igaz, hogy én végigböngésztem a Transfermarkton a szériának az összes csapatát, hogy milyen játékosok vannak benne, és jó muciológusként megnéztem, hogy milyen színük is van, meg sötétbőrűnek számítanak-e, és tényleg azt vettem észre, hogy alig vannak, tehát én se hittem volna, de tényleg szignifikánsan sokkal kevesebb színesbőrű játékos van az olasz csapatoknál, mint az angolnál, franciánál, németnél, akármelyiknél Európában. Azt kéne még megvizsgálni, hogy hány zárt kapus meccs alapján mondják, hogy azokon kevesebb lapot kapnak a négerek, mert hát emlékeim szerint ott nem is nagyon volt zárt kapus meccs abban az idényben, hanem lezárták a bajnokságot. Lezárták a bajnokságot, lehet, hát hogy ez hány meccse volt. Mondják. Tehát az, hogyha nagyon kevés meccset játszottak zárt... A statisztikailag nem releváns. Meg alapvetően nagyon kevés fekete játékos van a szériában, akkor hogyan, mivel... Tehát milyen hiba határral támasztják alá a hipotézis? Igen, tehát majd két meccsből mondjuk levonnak egy következtetést, ami nonsense. Jó, de nem érted, ha több lett volna, akkor biztos több lett volna. Jó, de én, mint muciológus, meg azt mondom, hogy én teszek egy ellenhipotézist, elszigeteltessek, tessék. De te rossz ember vagy, ők meg jó emberek, tehát neked nem lehet igazad. De az nyilván igaz lehet, hogy sokkal több fekete játszik mondjuk védekező középpályást, mint balszélsőt, és így több lapot is gyűjtenek. De hogyha kevesen játszanak, akkor ezt se lehet kimutatni, így gondolnám én logikusan. És az egész egy teljesen hamis narratíváról szól. Arról, hogy az olasz fociban strukturális rasszizmus uralkodik, ami ráveszi a bírókat arra, hogy a színesbőrű játékosok szabálytalanságait szigorúbban torolják meg, mint a világosbőrű játékosokét. Ez még egy apróságot így a figyelmetekbe ajánlnék. Tehát az európai foci az már pont annyira adatalapú, mint mondjuk az Egyesült Államokban a baseball. Tehát egyszerűen minden egyes mozdulatról, meg centiméterről, meg bőrszínskáláról, mindenről vannak adatok, és hogyha tényleg létezne ezt, hogy a szurkolói, lelátói rasszizmus a bíróra átragadva ott zaklatják, bántalmazzák szegény, szerecsen futballistákat, akkor azt valószínűleg más is észrevette volna, nem kellett volna Amerikából hozni két ütődött muciológust, aki a futballmenedzser játéknak a profilképei alapján találják meg. Ezt a nagy megállapítást. Hát gondolom, vagy végignéztek minden nagy bajnokságot, és sehol nem találtak semmit, így maradt az olasz, hogy ott talán van. Hát abszolút, mert mondjuk megnézték a spanyolt, az angolt, a franciát, a németet, a legnagyobb bajnokságokat, ott nem találtak semmit, amire ráépíthettek volna egy ilyen ordas kamu narratívát, és még ha az olaszba se találtak volna, akkor biztos mennek tovább majd. Igen, mondjuk én azon csodálkozom, hogy Magyarországot kihagyták ebből az egészből, mert hogy ők ugye mindig ilyen kélyes örömet éreznek, hogyha Magyarországba belerúghatnak. Hát persze, mi vagyunk a Prügelknábe, csak a magyar futball az valahogy radar alatt maradt, nem sértem. Már ezt a Prügelknábe, ezt a múlt heti adásban beszéltük, nagyon-nagyon jó kis megállapítások voltak. Ide érdemes kattintani, ha a politikai hobbista YouTube csatornán nézi valaki, akkor rögtön meg is találja, de a Hír TV-n is ott van az előző heti műsorunk. Szóval az tényleg egy nagyon jó kis beszélgetés volt, de visszatérve a két amerikai fejre mondjuk ki. Szerintem azért nem Magyarországgal kezdték, mert nem tudják, hol van. Olaszországról már van valami sejtésük, hogy kb. Európa déli részén lehet, meg pizzát is ettek már, úgyhogy ha északabbra, meg nyugatabbra nem sikerült, akkor majd ott azért biztos találnak valami adatot, amiről hát ezt jól el lehet ferdíteni, és akkor ki lehet hozni belőle valamit, mert mindenképp ki akarták mutatni valamiben a rasszizmust. Mert nem csak a világegyetem meg a hülyeség végtelen, hanem a társadalomban előforduló igazságtalanságok is, és aki keres, az talál. Elsősorban pénzt, mert ahogy a Guardian is írta, hasonló kutatásokat végeztek az USA-ban is, ahol utána a ligák mindenféle muciológusokkal meg civil szervezetekkel leszerződtek, hogy megszüntessék ezeket az áldatlan állapotokat. Na de várjál, akkor most ilyen kvóta focisták lettek? Meg emlékeztek a világbajnokságra is, hogy Argentinát is megtalálták a Katari VB-n? Hogy mi az, hogy az argentin válogatottból olyan nagyon kevés fekete játékos van? Aztán meg jól helyre rakták a Washington Postot, meg ezeket a muciológusokat azzal, hogy igen, mert egy ország vagyunk, nem egy Disney mese. Nem, ez egy tökéletes válasz amúgy megnézd meg,
Én szerintem a feketék rúgják 9 méterről a 11-est. Ennyi. Nem, hát ezért nyertek meg az argentinok a VB-t, mert az argentin fekete játékosokat a bíró kedvezményezték, tehát nem kap, egyik se kapott se sárga, se piros lapot. Na, ígértem azért az adás elején a nézőknek egy szatírt, és úgyhogy jöjjön! Az a helyzet, hogy ugye Budapest alapvetően egy gyönyörű város, ez tényleg így van, és, de mint minden nagyvárosban, itt is vannak jobb és rosszabb környékek. Előző hobbista hardcore-ban például Borbély Ádám, zuglói fideszes választókerületi elnök volt a vendégünk, és ott megbeszéltük, hogy valamiért Zuglóban vagy a vízben lehet valami, de hogy mindig a leggázabb baloldali politikusok bukkannak ott felszínre. Vannak viszont olyan kerületek, ahol meg a közbiztonság rosszabb, mint a többiben. És olyanok is vannak, ahol ilyen x-akták szintű rejtélyek történnek. Na, Kőbánya az egy ilyen. Pár évvel ezelőtt a sajtó, ha emlékszünk, napokig kereste azt a kőbányai Szopófantom néven elhíresült férfit, aki egy éjszaka közepén odasétált egy földön fekvő hajléktalan férfihoz, letérdelt, mert... Ne! Ne mondd tovább, tudjuk, miért kapta a nevét, kész! Oké, a teljes videót szerencsére nem mutathatjuk be, de kb. Így kell elképzelni az esetet. Én úgy tudom amúgy, hogy az Orbán tervelte ki ezt az egészet, hogy elterelje a belpolitikai dolgokról. Persze. Olvastam valami. A nyugati fényen ez megjelent. Nyugati fényen, igen. Nyilván vannak, akik egy Szopófantomról erre következtettek. De a Szopófantom ma már lejárt lemez. Most a kőbányai szatír téma. De én most csalódott vagyok, azt hittem, hogy ő is kap valami vicces nevet, az, hogy kőbányai szatír, az olyan kis mucsi. Igen, a Szopófantom után már elvárásai vannak az embernek. Most azon szerencsés nézők kedvéért, akik nem tudnák, hogy miről van szó, megmutatjuk Kőbánya újabb nevezetességét. Tehát az történt, hogy a tag besétált az épületbe, már ugye a liftnél van, mint aki be akar szállni, de az utolsó pillanatban előveszi a p***t és riogatja fel a lányokat, akik aztán szépen kirúgdossák a liftből. Hát ahogy a lányok is. Helyében én megvártam volna, míg csukódik az a lift ajtó. Igen, akkor valószínűleg ilyen kis kreatívabb becenevet kapott volna. Amúgy nem értem, hogy miért csinál valaki ilyet, tehát Ádám, neked van ötleted? Segíts. De rám nézel, tehát hetente lehet olvasni a Héven, villamoson, buszon, hogy valaki, tehát különböző nyilvános helyeken elővette a különböző szervét, amit nem kellene elővenni, és akkor én tökre értem azt, hogy Budapest nagy részt az EU-hoz akar húzni, de nem így kellene szerintem. Hát jó, hát Kőbánya egy ilyen, de te, mint nő, hogy reagálnál egy ilyen helyzetben? Szerintem pont úgy, mint a lányok, leüvölteném a fejét, és le is rugdosnám a liftről, vagy ahol én ezt meglátom, pláne, hogyha gyerek is van ott, na akkor aztán nem lenne semmi Isten is. Kispad, ti hogy reagálnátok? Kinek a helyében? Lányok helyében. Lányok, hogy a szati helyében. Hát az Ambrózi baráti körében ez nem annyira kirívó eset, én meg már jártam arra felé, úgyhogy úgy reagálnánk, hogy ugyan tedd már el magát. Nem, annyit kell rám mondani, mint a téglázódik, come on tesó. Aztán visszahúzni Kaliforniába, elegem van ebből az országból. Na de vegyük komolyan, mert azért ez egy nem vicc, ez nem vicc. Tényleg nem vicc. A rendőrség azóta már elkapta az elkövetőt, és személyrem sértésért vádot is emeltek ellene. A Richard Quest is, őt is valami hasonlók miatt tartóztatták le New Yorkban, ugye? De várjál, arról a Richard Questről beszélünk, aki a CNN-nél dolgozik, és aki mindig demokráciájára akarja Szijjártó Péter tanítani, és mindig, minden alkalommal beleszalad. Nem, te sem mondhatod ki, hogy mibe szalad bele, nem engedem, mert egy világ omlana össze a nézőkben, hogyha tőled egy ilyen szót hallanának. Úgyhogy én inkább magamra vállalom, hogy a erdőbe szalad bele. Veled kapcsolatban meg amúgy sincs már senkinek semmi illúziója. De amúgy nem az a Mampur volt az, aki mindig beleszaladt? Hát lehet, hogy a kettő az nem teljesen különböző lény, ugyanaz a fészek, ugyanaz a tojása. A Richard Questet ugye a Central Parkban bedrogozva találták meg a rendőrök, mondjuk úgy, hogy hiányos öltözetben. Hiányos azóta azon rejögök, hogy egy csávó egy szár kötélben volt, aminek az egyik része a nyakába volt hurkolva, a másik meg a brekkencséhez volt kötözve. Ez tényleg egy fura éjszaka lehet, hogy nem tudom micsoda. De várjatok, azért még várjuk ki a végét, mert ismerve a magyar bíróságokat, még megláthatjuk, hogy ezeket a lányokat fogják kihozni, hogy ők követtek el csoportosan valami büntettet, emellett a szép kis... Rácsukták az ajtót. Igen, szép lelkű ellen. Mire. Igen. Amúgy igen, tehát lehet, hogy a libben való brekkencs mutogatás az tulajdonképpen csak egy teljesen természetes szexuális orientáció. Művészet. És azon kívül az állatvilágban is előfordul. Meg a színpadon. Lehet, hogy az Alföldi rendezte az egészet, figyelj. A lányok nem értették a színművészetet. De most ilyen művészet. Akkor ez egy korjelenség, vagy a korszellem manifestálódik ilyenkor Kőbányán, tehát mivel az alföldi darabokban, meg minden, de az nem régen is voltak szatírák. Én nagyon finoman, csak annyit szeretném mondani, hogy nem lennék meglepve, hogyha egy újabb
szín jelenne meg a nagy LMBTQ zászlón, ami a libben való brekkencs mutogatókat szimbolizálja. Tehát, hogy őket is el kell fogadni, mert az is csak egy szexuális orientáció. Nem, a két sáv közül így kibújik egy-egy harmadik. Ismered azt a mondást, ami a libben történik, az a libben marad. Ahogy a CNN... Hogyha kirúgdossák. Egyébként a CNN-t ismerve most a Richard Quest fel fogja kérdezni a Szijjártót a következő alkalommal, hogy miniszter úr, hát mi az, hogy maguknál emberek mutogatják magukat? És akkor erre nem gondolnak, hogy ezt talán nem a Richard Questnek kéne felkérdeztetni, mert lehet, hogy ott is van valami. Mert ő nem ő a leghitelesebb erre, de ez mondjuk a CNN-t nem szokta. Nem szokta, sőt, mint hogy a direkt erre játszanának. Hogy... A CNN-nek a legzseniálisabb húzása az volt még a pandémia alatt, hogy bejött a vendég, akár Szijjártó Péter kezet fogott vele a Richard Quest, majd külön terembe vonultak, hiszen pandémia van. Igen, tényleg, ezt pont a Péter mesélte nekünk itt a műsorban. Jó, de ez tényleg egy komoly téma, a kőbányai szatír is, még hogyha egy kicsit groteszk is volt a csávó, de a pedofilia az egy még ennél sokkal súlyosabb téma, és erről fogunk beszélgetni a második félidőben. Hevesi Kriszta, pszichológus egyetemi tanárral. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Folytatódik a politikai hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És múlt héten, ugye én emlékszem biztos a nézők közül is sokan, hogy Schiffer Andrást ígértem, de mint kiderült, elbeszéltünk egymás mellett, és két hetet várnunk kell még Andrásra, de érkezik, most már minden le van fixálva. Viszont van egy nagyon aktuális téma a közéletben, amivel kapcsolatban azt gondoltam, hogy mindenképpen megszólaltatnék egy pszichológust, ez ugye a pedofília, ugye, amiről ma nagyon sok szó esik, különböző esetek látnak napvilágot, bújnak ki az újabb és újabb csontvázak a szekrényből. Kriszta, nagyon szépen köszönöm. Én is a meghívást. Hogy eljöttél, és hát nyilván Bagdi Emőke egy tradicionálisabb gondolkodású, nagyon-nagyon ismert szakember, te legalább ilyen ismert szakember vagy, de te inkább ebben a modern, celebes világban, ott is otthon érzed magad. De azt, úgy veszem észre, és tudom, hogy ha valami, a gyerekvédelemmel kapcsolatban nagyon kell vigyáznod, hogy mit mondasz, mert a pszichológus szakma szétszedne, hogyha csak kicsit is rezonálna a kormány álláspontjával, amit mondasz, úgyhogy megpróbálok megkímélni ettől, de azt hiszem, hogy is azt mutatja Emőke, és a te példád is együtt, hogy szerintem, te javíts ki, ha tévedek, ez egy olyan kérdés, amiben nem nagyon van vita, és nem is nagyon lehet vita. Ez így van. Én erre általánosságban a szexre azt szoktam mondani, hogy az azért viszonylag politika független. Most néha persze beszivárog mindenféle, tehát hogy lehet sokféleképpen értelmezni, viszont a pedofília meg aztán végképp egy olyan csapás irány, ahol mindenképpen nagyon fontos, hogy egy irányba gondolkodjunk, és itt nincsenek kivételek, nincsenek lábjegyzetek, tehát mindenképpen a kiskorút kell védeni. De biztos, hogy nincsenek, mert azért, ha Magyarországon hál' Istennek csak nagyon elvétve látunk ennek jeleit, ilyen aktivista szerveződések részéről, de nyugaton azért már időnként erőteljesebben találkozunk. Tehát ott már léteznek politikai, nem azt mondom, hogy nem mainstream pártok, de olyan politikai szerveződések, amik a zászlajukra tűzik már nyíltan azt, hogy hát ez egy szexuális orientáció, nem több, és ezzel egyébként ezt úgy is kell kezelni, mint egyéb a szokás szokványoshoz képest eltérő, de csak egy szexuális orientáció, nem pedig bűncselekmény vagy aberráció. Azt gondolom, hogy mi azért még maradjunk az utóbbinál és a bűncselekménynél, mindenképpen, mert hogy a kiskorú az érzelmileg is, nem csak szexuálisan, hanem érzelmileg is éretlen, kettő, nem egyezik bele, ha véletlenül beleegyezik, akkor érzelmileg. Érzelmi zsarolás áldozata, visszaélés sokszor a hatalommal, tehát például egy tanár vagy egy edző, illetve sokszor egyfajta a
serdülők esetében, most itt, hogyha felnőtt az, aki közeledik, kihasználja azt, hogy mennyire, tehát ez a modellégség, azt, hogy a serdülőkor a példaképek keresésének az időszaka, és ilyenkor, hogyha egy felnőtt, aki nagy tekintélyű, aki gondoskodik, vagy legalábbis odafigyel a fiatalra, tehát ad neki egy kiválasztottságérzést a kortárs csoporton belül, teszem azt, hogyha valamelyik szülő nem jól látja el a feladatát, vagy egyáltalán hiányzik a családból, akkor azt helyettesíti. Tehát magyarán a felnőttnek tudnia kell, hogy a kiskorú nagyon érzékeny, tehát itt most a kiskorú alatt elsősorban itt a serdülőkre szoktunk gondolni. Most, tehát itt ez szokott mostanában gyakori lenni, hogy még hogyha ilyen értelemben nem is konkrétan olyan erőszak, ami fizikailag történik, de a későbbiekben, hogyha rájön, hogy ő milyen manipuláció áldozata lett, még súlyosabban sértője pszichológiailag, és pont bekapcsol az áldozatok esetében amúgy is jelenlévő, hogy miért nem tettem, vagy mehettem volna más fele. Tehát az áldozat sokszor önmagát hibáztatja. Ez egy sokkal nagyobb csomag. Na, úgy örülök, hogy ezt most itt szakemberként elmondtad, mert a most szombati, tehát a ma megjelent Magyar Nemzetes publicisztikában pontosan erről szólt, hogy az iskola az egy olyan hely, ahol a gyerekek sokkal mélyebb befolyás alatt vannak, mint azt az ember első körben gondolná, és hogy egyébként most ez mondjuk a politikai rész, de hogy a mostani ilyen pedagógus mozgalmak mögött is van egyfajta olyan törekvés, hogy a gyerekeket valamilyen fajta ideológiák mellé állítani, és hogy ez mennyire fogékony a gyerek abban az esetben, hogyha a szülő esetleg ezt a feladatát, az értékrend átadási feladatát mondjuk elhanyagolja, akár önhibáján kívül is, és hogy ezért is ennyire fontosak a gyerekek a különböző politikai mozgalmak számára. Ezt bevettetek egy gondolatot? Én azon csodálkozom, hogy minden civil szervezet, meg aktivista, meg minden szexuális különbségnek a képviselői szívesen bemennének különböző oktatási intézményekbe, hogy ott elmeséljék a gyerekeknek, hogy amit ők művelnek, az teljesen egyenértékű, meg csodálatos, és tulajdonképpen mindenkinek csak ajánlani tudnák. De olyanról nem hallottam, hogy valaki szeretne bemenni az iskolákba, hogy felvilágosítja a gyerekeket, hogyha megjelenik a szexuális zaklatás panda, akkor mit kell vele csinálni, esetleg felgyújtani a szakállát egy öngyújtóval, mint az SZDSZ-es bácsiknak, hogy valami. Tehát erről miért nincs felvilágosítás az iskolákban, hogy ezek a beteg, perverz, öreg embereket hogyan kell kezdeni. Hát magyarul, hogy mi a teendője a gyereknek, hogyha egy ilyen helyzet... Egyáltalán kell. Hogyan észlelje, mert ahogy akkor hallottuk... hogy mit tehet ilyenkor egy gyerek? Egyébként az egészen kicsiknek, elsősorban óvodáskorban ajánlott, van egy ilyen Európai Uniós ilyen bugyi szabály, úgymond, ami azt mondja, hogy minden, itt fontos az, hogy tényleg kisgyerek is, hogy megértse, minden, ami a bugyin belül van, az az övé, csak az ő tulajdona. Ha valaki oda be akar nyúlni, akkor azt feltétlenül jelentse legalább két személynek. Azért kettőnek, mert sokszor mondjuk például a szülő beadja az edzőhöz, most egy kicsit akkor a sportra téve. És azt, hogy mit tudom, Zsuzsi néni nagyon jó edző, vagy Béla bácsi, és hogy mindenben hallgass rá. És a gyereknek ilyenkor nagyon nehéz az, hogy akire őt rábízták, aki egy tekintély személy, akire neki feltétlenül hallgatnia kell, ő. Tehát, hogy ezért általában, meg hát sajnos a családon belüli zaklatás is nem ritka. És azt hadd tegyem sajnos hozzá, hogy mostanában, ez pedig most itt a legújabb, hogy sokszor unokatestvérek, meg testvérek azért, mert nézik a felnőtt filmet, és ezért ők azt játéknak hiszik, de ez egy külön kategória. Tehát ott mondjuk nem pedofiliáról van szó, csak hogy ott is utólag jönnek rá arra, hogy tulajdonképpen egy vérfertőző viszonyt létesítettek. Tehát magyarán visszatérve úgy lehet a gyereket, és erre lehet akár egy valami baba, vagy egy kis bábozással eljátszani, hogy a bugyi az, ami a terészed, illetve ezt még kiegészíteném arra, azzal csak ezt a gyerek nyilván nem érzékeli, hogyha egyébként ez is az aklatás kategória, hogy szexuális izgalom kimutatása a gyerek jelenlétében úgy, hogy az érezhetően a gyerekre irányul. Tehát itt még tulajdonképpen úgymond nyúlkálni se kell, de hogy igazából a gyerek általában érzi azt, hogy valami olyan dolog van jelen, ami nem odaillő, ami problémás.
Tehát ezt szoktuk így jellemzően mondani, és én azért mondom mindig a serdülőkort, mert a serdülőkor az egy ilyen nagyon diffúz időszak. Akkor nagyon sok az érzelmi zűrzavar, olyan mértékig, hogy azt szoktuk mondani, ugye ilyenkor van a lázadás, a bandázás, hogy amit a fiatal serdülőkorában tesz, az lehet, hogy mindig minden más életkorban akár bűncselekménynek számítana, de abban azért, vagy akár valamilyen, hogy mondjam, tehát valamilyen pszichopatológiai jelzőt kapna címkét, nagy Isten, de akkor igazából ezt a fejlődés és az útkeresés természetes részének vesszük. Tehát magyarán ezért könnyebben beleegyezik például, vagy ez a bizonytalansága, hogy kipróbálja magát új szerepeknél, tehát könnyebben behálózható. Pláne ugye egy tanár, egy edző, vagy bármilyen olyan személy, akire ő felnéz, és kivált kép akkor, hogyha etéren neki érzelmi vákumja van. Na, mert igen, mert itt ugye Bite Zsolt esetében, meg az azóta felbukkanó újabb esetekben is, ugye itt egy ilyen helyzet van, hogy egyrészt van egy aláfölé rendeltségi viszony, vagy egy bizalmi viszony, de ugye itt nem feltétlenül, bár amikor azt mondja, hogy szexuális kapcsolata van egy 15 éves fiúval, akkor ott bugyi is történik. Igen. De amikor mondjuk csak zaklatott korábban a másik iskolában gyerekeket, akkor ugye azzal védekezik túl azon, hogy milyen szervezetek védik, hogy hát ez nem bűncselekmény. Ez szerinted így helyes, hogy a beleegyezési korhatár az most hogy mondjam, 14 év, de 12-től már, hogyha a másik fél 17 alatti talán, vagy valami. Tehát ugye én értem, vagy legalábbis érteni vélem a jogalkotási szándékot itt, hogy a gyerekek közötti szexpróbálgatást azt ne tekintsük bűncselekménynek, hiszen alapvetően az, hogy ma már ugye ivarérett pláne egy 14 éves, előfordul, hogy egy 16 évessel próbálkoznak, hogy beférre, nem férre, az úgy azt mondjuk, hogy rendben van. De hogy egy felnőtt, aki már mindenképpen valamilyen fölé rendeltségi viszonyban, még hogyha nem is tanára, vagy edzője, igen, vagy szülője, az ne. Tehát én érteni vélem, igen, ezt a szándékot, de jól van ez, így nem kellene szigorítani akkor újra a beleegyezési korhatárt is? Most itt azért, hogyha jobban mögé nézünk, tehát itt azért az életkori különbség azért magas. A másik az, hogy hatalommal való visszaélés van, és ilyen értelemben szerepkörrel való visszaélés. Tehát ahogy például nekünk pszichológusoknak, ez az egyik legfontosabb szabály, hogy tilos a klienssel. Azért, mert tudom, hogy érzelmileg hatok rá, tudom azt, hogy felkavarom, és félreértelmezhető ez a helyzet. Most ugyanígy valójában egy ilyen pedagógus szerep, ahol, amit mondtam, kiemelt gondoskodás, odafigyelés, segítség, tehát félreérthető, és ezek után ugye nehezebben is mond nemet, hogyha sokat kapott. Ilyen értelemben ez egy kicsit olyan, mint a trójai faló technikája, amikor így aztán egyszer csak észreveszük, hogy tele van katonákkal, ugye, mint a trójai háborúban. Tehát azt, hogy lépésenként férkőzik be a fiatal bizalmába, mert pozíciójából adódóan megteheti, és onnantól kezdve egy bizonytalan életkorban lévő serdülő sokkal nehezebben mond nemet egy olyan valakinek, akitől csak jót kapott az értelmezése szerint. És egyébként lehet, hogy amúgy meg az életében tele van mindenféle frusztrációkkal, problémákkal, keresi a helyét, nem állnak vele szóba a csajok, mert... Hadd szúrjak most én közben egy gondolatot, és hadd legyek picit a, hát mondjuk úgy az ördögügyvédje. Uh-huh. Ugye itt van ez a Bite Zsolt ügy. Van a TASZ, ellátja vélem. Igen, itt van ez a Bite Zsolt ügy, bocsánat, most már csak B. Zsolt, elég, ha téged beperel, és... Mekkora lenne vajon a társadalmi felháborodás, hogyha nem egy ilyen 40 év körüli, nem éppen egy görög félistenről, mint ez a testalkatú férfiról beszélnénk, hanem egy csinos cicababa tanárnőről, aki ugyanúgy egy 15 éves fiúval kavart. Akkor is hasonlóan a társadalmi felháborodás, és vélemezem, hogy kevesebb, és mi az oka ennek az ellentétnek, vagy mi az oka ennek a kontrasztnak? Ez sajnos tényleg ilyen téves, kettős mérce, sztereotípia, tehát valójában volt is egy ilyen, még korábban egy cikk, ahol erre válaszoltam, mert azt nem nézzük, hogy a fiúnak mondjuk milyen élményei lehet. Lehet, hogy nem úgy sikerül az első
tehát a tanárnő molesztálása és megszégyenül. Lehet, hogy azt éli meg, hogy tulajdonképpen fiúként vagy férfiként, hogy a nő azt csinál a testével, amit akar. Ezen kívül problémái adódhatnak a későbbi kapcsolatteremtésnél. Emellett például lehet, hogy neki ez egyáltalán nem volt annyira vonzó. Lehet, hogy kimondottan egy undorélmény, szorongás, teljesítménykényszer jelenik meg. Tehát magyarán megpecsételi a későbbi szexuális életét és a nőkkel való kapcsolatát. Ezen kívül pedig általában az elkövet az áldozatból, vagy legalábbis, tehát rosszul fogalmazok, tehát a zaklatók, sokszor ők is zaklatva voltak gyerekként, fiatalon, tehát elképzelhető, megemeli annak az esélyét, hogy felnőttként majd ő is így létesítsen kapcsolatot. És lényeg az, hogy ezt szeretném ebből kihozni, hogy én ezt írtam le egy cikkben így több ponton keresztül, és utána megnéztem a kommenteket. Nem kellett volna. Hát az általában a kommenteknek van a egy kommentek, ilyen tulajdonság, hogy nem kell megnézni. Igen, akkor még fiatal voltam, vagyis bohó, és kellett a pénz. Megnéztem a kommenteket, és főképp arról szóltak, hogy nekem miért nem volt ilyen tanárom. Anno ezért fizetni kellett, hogy beavassák a fiút, stb. Nem akarom tényleg cirkalmazni, de lényeg az, hogy valami 100 fölötti hozzászólás volt, és a többség azt, hogy de jó neki. Hát ugye ez érdekes, ezt is jó, hogy mondod, mert erről meg pont most a Frisbee-ben vendégeskedtem Hajdú Petin, és Osváth Zsolt volt a vita partnerem, és ő is ezzel jött, pont szerintem ugyanezt olvashattátok, és hát micsoda dolog, hogy itt a gyerekek azt írják, hogy oké, tehát szerintem ezt is választjuk ketté, az, hogy ha egy tanárnő viszonyt létesít egy diákjával, az ugyanúgy gáz, ugyanúgy. Mint teljesen mindegy, és hogy milyen neművel, meg hogy csinos vagy, nem ez így, de azért a gyerekek reakcióját azt azért megérthetjük, hát nekem is voltak a gimiben bombázó tanáraim, és akkor nézegettük, hogy úristen, hú de jó, azt hiszem egy fizika tanár volt, igen, nem tanította. Osztálytársad a Dobrev Klára volt, tehát persze, hogy ilyen tanárnő választott. Igen, volt miért viszonyítani, valóban nem, évfolyamtársam volt csak. De hogy, és szerintem az egy természetes dolog, hogy a serdülőkorban a fiúk így macsóskodnak, persze. És hogyha valamelyiknek sikerül, fú, én mit csinálnék bezzeg a tanárnő, ez a helyén van. Kicsit visszaterelve komolyabb témát. Hadd válaszol az egetést. Teljesen helyén van, viszont az is tény, hogy ameddig azért mind érzelmileg nem felkészült rá, esetleg fizikailag sem érzi magát annyira kipattintva, addig tényleg egy megszégyenülés, szorongás lehet belőle, tehát egy kicsit kisebb korosztályban szoktuk ezt mondani, hogy mindenki természetes, tehát még itt a szexualitás és a szerelem még nem kapcsolódott össze, hogy mindenki szerelmes a tanárnéniébe, a testvérének, a nővérének, a barátnőjébe, tehát a magasabb életkorba, de hogyha ugyanakkor pedig az kezdeményezne vele, vélhetően vörös fülekkel elrohanna. Tehát, hogy ott még azért az érzelmi sík még nem kapcsolódott össze a meg is akarom tennivel, és hogyha ez rá van erőltetve, akkor minden esetben, vagy sok esetben úgymond, azért egyfajta érzelmi sérülést, és itt akkor, ha már a sztereotípiáknál maradva, hogy a társadalmunk azt mondja, hogy a férfinek kell kezdeményeznie. Tehát találkoztam ilyen fiúkkal, és nem élték meg jó azt a későbbiekben, hogy valójában a nő döntése és a nő erőszak tevése érvényesült az ő testében. A vadászból prémet. Ambrózi komolykodni akar ezt. Igen, ezt ne engedjük el ezt a pillanatot. Az a kérdésem, hogy a társadalomban milyen arányot te tapasztalod alapján a félrenézés, mert a elmúlt hetekben napvilágra került esetek elsőprő többsége olyan, hogy kollégák, igazgatók, nem tudom én, a edző esetében a egyik szülő is tudott például, de itt nem foglalkoztak vele, nem vállalták fel a konfliktus, hogy azt mondták, hogy nem is ezt a pedofil az, amit keresünk. Mármint, hogy az a kérdés, hogy itt a házasság törés, félrelépés... Nem az első munkahelye volt, ahol ezt csináltak. Igen, tehát XY az esetében tudja róla a fél kerület, hogy pedofil, de inkább félrenéznek, mert hogy milyen kellemetlen szembesülő. Igen, és ehhez kapcsolhat akkor egy másik kérdés is, és akkor szerintem ez lesz az utolsó sajnos, mert lejár az időnk, hogy ez egy ilyen új keletű jelenség most, vagy csak valamiért most ezek így felbukkantak? Tehát, vagy valóban ez történik, hogy rengeteg ilyen van, csak félrenéznek sokszor, vagy nem rengeteg, de azért sokkal. Több, mint kellene. Igen, az intézménnyel kapcsolatosan sokan az intézmény iránt vállalnak egyfajta lojalitást, hogy nehogy kiderüljön, mert akkor lejáratjuk az intézmény jó nevét. Így van, és szeretjük a helyet, úgyhogy ezért nem csinálunk. Meg hát nyilván esetleg
meg, más területen pedig jó a kollegális viszony az adott illetővel. Erre mondjuk azt, hogy tulajdonképpen a sorozatgyilkos a legkedvesebb, csöndesebb szomszéd. Tehát lehet, hogy más téren mindig köszön. Megjönnek. A kutyáját. A terrorista, igen. A terrorista igen. Is felszedte a kutyaszart a kutyája után. Hát mi baj lehet? És erre a kérdésre válaszolva pedig, tehát egyrészt ugye most potyognak ki pont az általad is említett, most meg már mamutcsontok, tehát a sport területén ugye azt látjuk, hogy az elmúlt évek tele voltak itt ilyen 10-20-30 éves edzői zaklatásokkal. Az iskolaira vonatkoztatva talán egy kicsit kevesebb volt. Talán másfajta volt így a nyitottság, de persze erről teljesen exakt eredmények nincsenek. Viszont azt azért hozzátenném, hogy sajnos a felnőtt filmek nevelnek is minket. És ahogy például az egyik legnézettebb ilyen pornófilmes szolgáltatónál, hogy Amerikában a legnézettebb, legkeresettebb tartalom a mostoha apa, mostoha anya és a nevelt lánya, nevelt fia kapcsolat, ami ugye nem incesztus, de hát azért nem egy engedélyezett történet, és ezek a legkeresettebb tartalmak. Most ugyanígy azért a felnőtt filmek esetében is nagyon ez a diáklányos, amit nem egy beöltöztetett 40 éves diáklánya játszatnak el, tehát ez is egyre inkább, és hogyha sokat nézed, egyre inkább vágysz rá, és egyre inkább természetessé válik. És így például hadd mondjak egy ilyen rémisztő dolgot. 2021. januárjában, amikor először ilyen értelemben újra mehettek a gyerekek iskolába, akkor kaptunk egy ilyen felhívást a Nemzetközi Szexuális Medicina Társaságtól, hogy komoly problémát okoz az, hogy a serdülők visszakerültek a gimnáziumba, mit tudom, egy éves bezártság után, és nagyon magas lett a szexuális erőszak egymás között, mert hogy a filmek sokszor az, hogy a nő nemet mond, az az előjáték része, és teljesen nem természetes, jelenti, igen. És hogy teljesen természetessé vált ez számukra, elfogadottá, tehát ilyen értelemben rákattantak ezekre a tartalmakra, és nem is gondolták, hogy ezzel bármi rosszat tesznek. Tehát valójában a filmek is hibásak, hogy ennyire így az életkori, hát tele van a serdülőkre vonatkozó filmekkel, hogy normálisának mutatnak be egy nem normális dolgot. Hát ha megnézzük a Netflixet, akkor nem is kell messzebbre menni, tehát a nem normálisat normálisnak bemutatni mindent. Hát minden normális, csak mindenki fekete. Mondod. Na jó, hát nyilván megoldást nem tudunk találni, és szerintem senki sem tud, főleg az utolsó. Mi hazánk megmondta, 18 éves kor alatt betilt mindent. És nyilvánosság, látod milyen ereje van? A nyilvánosság ereje az nagyon fontos, ez egyértelmű, de nincs az a törvényi szabályozás, ami valójában igazából gátat tudna vetni bármifajta bűncselekményt. Tehát elrettentő erő az mindenképpen. Igen, Ábrahám Robi mondta, hogy elrettentés. Kell, hogy legyen, az nagyon de fontos. De most ezt hogy lehet jogilag? Igen, de tényleg az is nagyon fontos, hogy a gyerekek fel legyenek készülve, amiről korábban beszéltünk. És ebben biztos, hogy van hiányosság, hogy ilyenfajta felvilágosítás miatt nem járnak be. Tehát amikor a védőnő bemegy, akkor valami ilyesmit is kellene. Igen. Köszönjük Ambrózi Áronnak, hogyha ez megvalósul, akkor... Nagyon szívesen. Bravo. Hevesi Krisztának pedig nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Eljött hozzánk a nézőknek a figyelmet, ez volt már a politikai hobbista. Jövő héten most már nem merek biztosra ígérni semmit, de talán Gyurta Dani lesz itt velünk. Viszontlátásra.